Több mint 96 millió forintból újul meg a Szalóki és a Demindi utca között húzódó Fertőbánya utca. A körzetemben ez az utca volt az utolsó, amelyik még nem volt aszfaltozott állapotban, tehát ez önmagában is igényelte azt, hogy ezt az utcakaszt meg kell csinálni. Másrészt azt gondolom, hogy az itt ülő emberek is megérdemlik azt, hogy egy jó minőségű aszfaltos úton közelíthessék meg az otthonokat. Az önkormányzat a miniszterelnökség keretéből nyert összegből az egész várost érintő közterületi infrastruktúra fejlesztés valósít meg. Az idén záruló beruházás sorozat egyik eleme a Fertőbánya utca megújítása is. Az infrastruktúrális fejlesztési programunk 1 milliárdos keretösszegből valósul meg. Ennek a célja az volt, hogy a lakosság igényekhez igazodó útjárda fejlesztéseket valósítsunk meg. Mondhatni közkívánatra történt meg a Fertőbánya út újjáépítése, mintegy 250 méter hosszban, a csapadékvízrendszer épült ki, új járda és útburkolat létesül. A beruházást két ütemre bontották. Az eddigiek során elkészült a zárt csatornarendszer és az alsó aszfaltréteg, valamint a kiemelt szegélyeket is kialakították. A kettes ütem, illetve az egyes ütem csatlakozásánál van még hátra a csapadékcsatorna hálózat képítése, és az úgynevezett egyes ütemben is a pályaszerkezetnek a képítése van még hátra. Ha az elkészült, akkor utolsó munkafázisként a szegélyen kívüli zöld területeknek, illetve felületeknek a rendezése várható. A Fertőbánya utcai fejlesztések, ha az időjárási körülmények engedik, várhatóan egy hónapon belül elkészülnek.